A Kis Bálint Református Általános Iskolában is már javában készülnek a 8. osztályos diákokkal a felvételére, hiszen nagyon fontos az intézménynek, hogy diákjai a legjobb iskolákban folytathassák tanulmányaikat. A felkészítés azokból a tantárgyakból, ahol központi írásbelit írnak a gyerekek, tehát itt elsősorban a gimnáziumokról, nevesebb intézményekről van szó, ott természetesen a kollégák a délutánokban megszervezik a felvételi előkészítőt, ez így működött tavaly, és így működik az idén is. Ez matematikát, magyart, nyelveket, történelmet érint elsősorban, tehát nem csak a versenyre készítjük fel a gyerekeket, és próbálunk meg velük olyan ismeretanyaggal felvértezni őket, hogy megállják a helyüket, nem csak a versenyen, hanem majd az elkövetkezendő oktatási intézményben is. Utána természetesen a felkészítés mellett fokozottan hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a szülőkkel együtt és közösen próbáljuk meg a beiskolázást elvégezni. Nagyon nehéz és nagyon fontos feladat az, hiszen a munkaerőpiac kell, hogy a gyerekeket, illetve a szülőket is előkészítsük, és egyáltalán nem tudjuk a jelen helyzetben, hogy milyen munkaerőpiacra készítünk elő. És nyilván nem csak ez, hanem a tanulmányi eredmény is behatárolja a gyerekeknek a tovább tanulását. Így azt mondhatjuk el, hogy azok a gyerekek, akik jobb tanulók, tehát a képességeiknek megfelelően és jobb eredménnyel dolgoznak, azok természetesen gimnáziumban mennek tovább. Elsősorban törekszünk arra, lévén református intézmény, hogy a református gimnáziumokban, olyan nagy hírű iskolákban, mint a Debreceni Református Kollégium, adjuk tovább a gyerekeket és segítsük őket a lelki épülésükben is. De természetesen, ha ők és a szülők úgy döntenek, akkor nyilvánvaló világi iskolában is beadják a jelentkezési lapjukat, illetve megállják a helyüket. A gyerekek többsége különféle okok miatt a szakközépiskolát választja. Többségében szakközépiskolákba mennek a gyerekek, itt nyilván arról is az is motiválhatja ezt a döntést, hogy hamarabb, tehát munkaként hamarabb tudnak munkához jutni. Elvégzik még esetleg a technikusi minősítést, a szakközépiskolákban is így munkavállalóként jelenhetnek meg a piacon, és ez is motiválja a döntést. Míg egy gimnázium az elsősorban arra predesztinál, hogy egyetemre, főiskolára adja be a tanuló a továbbtanulási lapját. Jelenleg a jelentkezési lapok kitöltése zajlik. Az idén én úgy gondolom, pontosan azért, mert már az írásbeli része meg volt azoknak az intézményeknek, ahol felvételit hirdettek, oda a jelentkezési lapok nyilván elmentek, és február, még 2 hét van körülbelül, amíg a jelentkezési lapokat be kell adni. Hát nyilván itt a 8. osztályfőnökök mindent megtesznek, mint ahogy szokás általában, hogy családlátogatással kötjük egybe a beiskolázást, hogy még kötetlenebb és még inkább személyre szabott legyen ez a tanácsadás vagy elbeszélgetés a szülőkkel. A jelentkezési lapok leadási határideje még körülbelül 2 hét, eredmények tavasszal várhatók.